Doszpot Péter a vendégünk, jó reggelt! Jó reggelt! És hát ugye abszolút sajnos aktuális a téma, hogyan óvjuk meg a gyermekeinket, lányainkat leginkább. Ugye emlékszünk erre a esetre, ami nemrég történt Viviennel, ugye, akinek már csak a holttestét találták meg sajnos, és egyéb volt egy másik eset is, egy gödöllő. Igen, ez a gödöllő volt, amikor beszállt a kocsiba, ugye az a fiú. Ugye több olyan dolog van, és ez a Vivien példája, ez egy nagyon jó példa, de igazából mégsem annyira jó példa, hogyan védjük meg, mert a Viviennek a megölése, az kivéthetetlen volt. Jó, de azért, ha valami tud, ismer valami technikát, amivel védekezni tudok, akkor talán mégsem olyan könnyű az egész. Igen, de hogyha erről az ügyről csak egy mondat, itt ugye onnan jött a támadás, ahonnan a legkevésbé számított rá bárki. Ez egy segítő ember volt, akit ráadásul gyerekkora óta ismer. Igen. Talán gyerekkori barátok. Tehát igazából erre felkészülni nem lehet. Viszont van az ügynek egy csomó olyan hozadéka, amire oda kell figyelni, és arra fel lehet hívni a figyelmet, hogy ez ne történhessen meg, vagy legalábbis egy olyan ne történhessen meg, hogy idegenek megtámadják, vagy elrabolják, vagy ugyanígy meggyilkolják. Tehát igazából a diszkóban való szórakozás, amikor történt, ugye ott legalábbis a sajtóhírek szerint többször felmerült az, hogy a Vivien egy baráti társasággal volt, akik többször felajánlották, hogy menjenek haza, elég volt a bulizásból, mindenki megunta, induljanak el. Most itt nagyon nagy hiba történt ugye az ő részéről, egyedül maradt. És én azt gondolom... Többiek elmentek, és őt ott... Igen. Lehet, hogy voltak ott még olyan barátok, akikkel egyébként jól érezte magát, de az a társaság az ugye ott hagyta, akivel érkezett. Valószínű, hogy a legjobban akkor tudjuk megóvni a szeretteinket, és mondjuk az ilyenkorú lányainkat, hogyha azt próbáljuk nekik elmagyarázni. A társaságban maradjanak. Hogy a legjobb védekezés az, hogyha ha többen vannak, olyanokkal van együtt, akiket ismer, akikkel együtt szórakozik, akkor azért a támadás az nem annyira valószínű. Tehát rosszabb, vagy nem támadnak meg több embert. Itt nyilván akkor van probléma, hogyha egyedül van. Tehát itt ugye volt egy olyan része például ennek az esetnek is, amikor ő egyedül elindult a diszkóból, és volt egy olyan időszak, amikor egyedül volt a ligetbe. Tehát ugye ez pedig igazából az a helyzet, ami egy felhívás arra, hogy igen, engem meg lehet támadni. Egyedül vagyok, nő vagyok. De tegyük föl, hogy nem ilyen helyzetről van szó, hanem egyedül kell menni, nincs mese. Akkor én például gondolkodtam az, hogy lányomnak veszek valamit, vagy gázsprét, de mit lehet, és mit szabad, és mit nem szabad? Én azt gondolom, mi az, ami legális, mi ami nem? Gázsprét azt lehet venni, de ha nem is gázsprét, de paprikasprét azt mindenképpen lehet használni, és azt lehet is kapni. Különböző vannak ilyen boltok, ahol ezt be lehet szerezni. Itt egy nagyon lényeges kérdés van, hogy ezt használni is tudni kell. Tehát ugye egy többféle személyiségről beszélünk, van, aki a stressz helyzetben lebokkol és nem tudja használni, tehát valószínűleg abban kell segíteni a gyermekeinknek, hogy tudatosítani bennük, hogy stressz helyzetben mi az a reakció, ami elvárható. Tehát, de ki lehet deríteni, bocsánat, a gyerekeimnél, hogy ő hogyan fog viselkedni stressz esetén? Vagy lehet modellezni vele? Nyilván együtt élünk velük, nyilván nagyon sok olyan szituáció volt családon belül, amikor azért ismerjük a lányunkat, a fiunkat, hogy különböző dolgokra hogy reagál. Valószínű, hogy azt kéne valahogy elmagyarázni és eljuttatni, tudatosítani benne, hogy stressz helyzetben más lehetősége nincs, csak hangosan menekülni, kiabálni, segítséget hívni. De ez azért akárhol van és akármennyire egyedül van, azért senki nem szereti, ha felhívják a figyelmet arra, hogy mi történik. Tehát különösebb dolog ebben nincs, valahogy azt kéne eljuttatni, hogy senkiben nem megbízni, nem megállni, és ha olyan helyzetben van, akkor ezt hangosan menekülni. A hangzavart kell tenni minél. Így van. Bárki meghallhatja, bárki felfigyelhet rá. Nyilván egyszerűbb a menekülés, és ebből a szituációból való kilépés. Van olyan készülék is, ugye, amit a kezükbe tudunk adni, illetve meg tudunk nekik venni, ami nagyon hangos hangot hangosan ad ki. Hangosan sipol, ugye kulcsomorra rá lehet vijog. Tehát ugye nagyon sok ilyen van. Paprika sprét elő lehet venni, de
akkor is azt kell tudatosítani, ha ezt a sprét használom, hogy nem ott maradni és nekiállni, dulakodni, vagy verekedni, vagy lögni. Hát mert hogy ellene is fordíthatják. Hanem azonnal menekülni kell, és ugye hangosan magamra felhívni a figyelmet, hogy itt valami történik. Énkor ez a harci sportok, tehát a karate, bárbi, judo, amit te tanul azért, vagy tanítja a gyereket, hogy tudja védekezni, ez segít? Ezek nagyon jók, igen. Segíthetik, nyilván kialakítanak egy képességet, ami azt jelenti, hogy az önvédelemre nevelnek, de hát azért ehhez idő kell, tehát azt halljuk be. Ez nem egyik napról másikra megy. Nem egyik napról másikra, és azt használni is tudni kell. Tehát ugye ez egyértelmű. Hány éves kortok egy gyereket felkészíteni, beszélgetni? 3-4 éves kortok? Szerintem óvodás kortól feltétlenül kell, hogy tudja, hogy idegen emberekkel nem barátkozunk, nem beszélgetünk, ha véletlenül egyedül marad, akkor segítséget honnan tud kérni, ki az, akit meg kell keresni, legalábbis ugye elmondanék, hogy felnőttet próbáljon megkeresni. Ráadásul ki kell alakítanunk a gyerekekben egy önképet, tehát el kell tudni mondania, hogy kicsoda, hol lakik. Tehát ugye ezek nagyon fontos kérdések, mert egyébként ez egy ugye nehéz segíteni, hogyha az ember nem tudja. Tehát, és ezek tényleg nagyon fontos. Ez a szülői feladat, és ez a családon belül kell, hogy megtörténjen. Még egy fontos dolog, mi az, amit semmiképpen ne adjunk a gyereknek? Nyilván azért adnánk oda, hogy védje magát vele, de könnyen saját maga ellen is fordulhat ez a dolog, hogyha elveszik tőle. Mi az, amit semmiképpen ne adjunk neki? Hát szúró-vágó eszköz természetesen. Ne adj is előfegyver. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami abszolút visszára tud fordulni. Ráadásul ugye azt is tudni kell, hogy hülye a helyzet, de mégis elkövethetem, mint támadottként is a bűncselekményt. Tehát ugye, ha nem tudom felmérni a támadásnak a súlyát, akkor én azon túlléphetek, és akkor az már számomra bűncselekmény. Tehát ugye, és ha már ugye ez megtörténik, akkor sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy jogilag is kell ezen gondolkodni. Tehát ugye ez egy fontos. Péter, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és én szeretném, ha többször jönne, mert annyi mindenről tudunk beszélgetni. Jó, találkozunk itt újra. Nem elég, jó, nem lehet erről elég sokat beszélni, sajnos. Fogunk találkozni, beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.